Sziasztok, jó reggelt, üdvözleteket újra itt a csatornámon. Ma egy tesztelős videót hozok nektek, és mit fogunk tesztelni? Az még egy kicsit maradjon rejték. Az Aldiban 5-e és 11-e közt nagyon jó dolgokat hoztak akciósak. 5-én megtaláltam életem nagy szerelmét, amire nagyon rég vágyok, és megkértem az egyik ismerőst, Janyukát a szobodából, hogyha megyem már Debrecenbe, akkor vegye meg nekem. Egy éve vágyok rá, egy éve rágom a férjem fülét, és most sikerült megkapni életem nagy vágyát. Hát életem, értitek a életem nagy vágyát. Az utóbbi időben nagyon vágytam rá. És sikerült egy olyat kapjak, ami árban is, és kapacitásban is, és pont megfelel az én kis igényeimnek. És mutassam. Mutatom. Nem mutatom. Jövőlna, dadám! Tegyük már ezt a macska kaját, innen meg ezt a deót, mert így egy csúnyán néz ki. Na. Egy 5,5 literes forró levegős fritőz. Megpróbálok titeket egy kicsit közelebb hozni. Így. 4900. Na, hát a fókusz az elment nyaralni, gyerekek. Na mindegy. 25.000 forint. XXL-es, szóval extra nagy. Azt írja, hogy 5,5 literes, az megvan. A többit 11 programmal. 60 perces digitál timerrel, gondolom, időzítővel, hogy egy óra múlva bekapcsoljon, nem tudom, de majd mindjárt kiderül. Hát én nagyon vártam rá, tényleg, én ez egy olyan nagy álmom volt mostanában, hogy én nekem szerettem volna egy ilyet. Mondja, Csipi. Először meg akartam megmondani őszintén várni azt, hogy csimpikém elaludjon. De ha nem bírom ezt. Ez mi a baj? Hát így néz neki. Van hozzá két kis használati útmutató. Maga. Várjatok, mert itt van rajta egy szigetelés mindkét oldalán. Azzal nem fogom tudni kinyitni a... Hoppa! Hű, de nagy! Ezt nézitek. Hát ez tényleg, nem tudom, hogy hogy mutassam. Mély is. De jó lesz! Nem jól tettem. Nem. Hát várjatok. Megvan, de akkor itt volt a kamera, nem fértem jól hozzá. Betugjuk a... Na! Remélem ez így jól látni. Így, és tegyük el. 180 fok! Itt lehet állítani bal oldalt a hőfokot, itt a
az időzítő, az óra, hogy hoppá, menj, idő, menjem. És akkor itt van fel sült krumpli, nem tudom mi az, csirkecomb, husi, muffin, halacska, defrost, kenyeret is lehet sütni benne, menüpont, aha, így lehet választani, shake, nem tudom, hogy mi az. Nekem egyet jelent, hát... Nem sékelünk. Hát itt valami ventilátort bekapcsoltam. Itt már lecsillagom egy kicsit. Na hát igen, ilyen gyerekkel az élet, sikerült megállítsam. Kicsit nehéz, még ki kell tapasztalni, meg kell tanulni. Ilyen a kijelzője, nagyon könnyen lehet kihúzni a fiókot, most bal kézzel pont nekem nem megy. Gyönyörű látvány, ugye? Lássuk, mi írdogálnak itten. Tartalom. Hasábburgonya 200 g-ot 15 perc alatt 180 fokon. Vékony meghűtött sült burgonya, hasábburgonya, bürgonya, kenyér. Csak közben itt nézem ezt a manót, hogy itten ő nagyon rendezkedik. Hal, scampi, steak, sertéskaraj, csirkecomb, csirkemell, csirkefalatok, mélyhűtött, 100 és 500 g között, 15-25 percig kell sütni, 200 fokon fordítsa meg, ráz vagy rázza fel. Szóval süteményeket 300 g-ot 30 percig, 120-160 fokon fordítsa meg és rázza fel. Nem kell megfelelő edényt használjon, mit tegyen be a serpenyőt, ezt nem értem, na mindegy. Itt le van írva szépen a füzetben az is, hogy mit lehet használni. Hálózati feszültség, teljesítményfelvétel, kábelhossz, időzítő, hőmérséklet tartomány. Így mutogatom nektek is, hogyha találtok valami okosat, meg tudtok állni. Hát nekem nagyon bejön. Jaj! Na szóval, visszatértem. Hasábburgonya 200 g, 18 percig 180 fokon, nem kell fordítani, nem kell rázni, olajat sem kell hozzáadni. A kenyér, az viszont nézzétek, az lehet 350 g-tól 1 kg 100-ig, 15-55 percig kell sütni, 120-160 fokon, nem kell rázni, nem kell fordítani, megfelelő edény használjon. Ha valaki érti, hogy mi ez a megfelelő edényt használni, az írja már meg a komment szekcióban, kérlek, mert nekem ez kicsit olyan furcsa. Szóval maga benne vannak ezek, ugye? Ez kivehető minden, vajon? Ki? Sikerült. Akkor most ezt hogy megfelelő edényt használjon? Ez ezen kívül még pluszba kéne egy edényt beletenni? Igen, szőke vagyok, sorry.
A steaket 135 g, 12-20 perc, 180-200 fokon, és előre kell melegíteni, mielőtt használjuk. Van itt rántott sajt, tofu, főtt zöldség. Na, ezt lássuk, mert ezt nagyon szeretem. Maximum 400 g-ot, 15-20 percig kell készíteni. 160 fokon fordítani kell, meg rázni. És rájöttem, hogy a rázás, azaz a shake funkció, ami a gépen van. És másfél evőkanálnyi olajat kell hozzáadni. De szerintem ott lehet egy kis... vajjal is pótolni, nem tudom, még recepteket majd nézek, és majd megígérem, hogy együtt fogunk benne valamit készíteni. Tisztítás előtt hagyja legalább 30 percig hűlni a készüléket, vegye ki a sütőtartály és a sütőkosarat, és készülék gyorsabb hűlése érdekében. Áramütés veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt, csatlakozó dugóját a csatlakozójából. Soha se merítse vízbe vagy más folyadékba a forró levegős sütőt. Továbbá soha se öblítse le vízzel vagy tisztítószerrel. Hát azért elképzeltem én magam előtt egy háziasszonyt, amíg kiviszi a forró levegős sütőit a hosszabbítóstól, vagy nem tudom, az udvarra, és slaggal lemossa. De ez olyan, mint egy botmixer, vagy egy bármilyen készülék. Szerintem senki nem teszi be a csap alá úgy, hogy a vége még a konnektorban van. De láttunk mi már eleget, úgyhogy sohasem lehet tudni. Mondjad, papám. Mi van még itt? Hoppá! Shake felrázás funkció. A shake felrázás funkció emlékezteti a shake kijelzés világításával és rövid sípjelzésekkel, hogy a sütési idő felének az elteltével az elkészítés idő eltelt, többször újra el kell osztani. Meg kell fordítani, vagy fel kell rázni. Egy sajátosságával rendelkezik a hasábburgonya program. A sütési idő egyharmada, illetve kétharmada elteltével történik a jelzés. 1. A program indítása előtt vagy után érintse meg a shake felrázás ikont, folyamatosan világít a shake felrázás. Szóval ahhoz, hogy sütés, főzés közben ne kellessen megállítani a gépet, hanem ő maga dolgozzon, ahhoz azt a shake-et be kell kapcsolni, ami felrázza magától ott a dolgokat, vagy nem tudom, mert én nem tudom elképzelni, de most nem is tudok nektek nagy dolgot mondani róla, mivel soha nem volt ilyen gépem, soha nem dolgoztam ilyen géppel, úgyhogy majd, ha elkezdek benne készítgetni finomságokat, ti lesztek az elsők, akik receptet is fogtok majd kapni tőlem, és véleményt tudok nektek mondani. Jelen pillanatban azt tetszik, hogy kicsit nagy a kosara, és ugye két gyereknek, két felnőttnek szerintem például egy 3 kilós vagy másfél literes kilós, azt nem lett volna. Jó. Úgyhogy ez lett volna a kis bemutatom egyelőre, de amint kikísérletezem a dolgokat, megígérem, hogy visszatérek egy update-es videóval. Addig is várjátok a videót, és hiába mondom nektek azt, hogy menjetek, vegyétek, mert mire ez a videó kikerül a csatornára, addig legalább két hét fog eltelni. Én ma hétfőn veszem fel nektek a videót. Ma október 9-e. De mire ez a videó kikerül, szerintem lesz 19-21-e. Úgyhogy sajnálom.
már be vannak időzítve, úgyhogy nem hiszem, hogy kaptok, de esetleg, ha marad belőle, és nem akciós lehet, hogy ti is be tudjátok szerezni, vagy más oldalról hasonlókat. Köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, találkozunk egy következő videóban.